Sziasztok! Szóval a mai videóban egy napomat fogom bemutatni. Induljon a reggel! Most meg kell, hogy locsoljam a virágjaimat, egyébként elég jól néznek ki, és nagyon szeret. Főleg az, hogy milyen szép. Nagyon szép, és nagyon szeret itt. És az orhidám, egy pillanat. Ezt nézzétek. Nagyon szép. És a gólyám. Szerintem lehetetlen kitalálni, hogy melyik a kedvenc növényem. Jaj, nagyon szeretem. Ez nagyon szép szerintem. És van itt még egy. Nagyon szeretem őket. De ez a legszebb szerintem. Kis tüskés. Én elkészültem, és akkor induljunk is a medencére egyet csobbanni. Nagyon régen volt már videó, és tényleg fura így tartani a kamerát. Azonban elég sokan rám szóltak, hogy most már csinálják videót, és ne hagyjam abba, szóval... Sziasztok, köszönöm! A mai terv, ez próbál lenni egy ilyen szokásos nyári rutinom egyébként. Lejövök úszni reggel a medencére, és a későbbiekben majd látni fogjátok, hogy hogyan telik tovább a napom. Amúgy kisüti a szememet a nap. Szenvedtem 100 méter.
És készíteni fogom az ebédemet. Igazából most nem akarom megjátszani, hogy én minden nap főzök magamnak, tényleg a mai napon magamnak főzök ebédet. Egyébként általában a mama szokott főzni nekem, mamák szoktak főzni. És azért főzök ma, mert ki szeretném próbálni ezt a cukkinit, megsütöm a lárnibe. Lent, na most én erre kíváncsi leszek, hogy ez milyen. Mivel még ilyet nem csináltam. És nem néztek. Jövök vissza le, és utána este már meglátom, hogy leszek ebben még edzeni. Ez még nem biztos, de lehetséges. És bikinibe megyek haza, mert olyan melegem van, és nem is érdekel. Gyors, elugrok a boltba, és kezdem a sütést, főzést. Kettőig van időm. Én csak attól félek, hogy vastagon maradt a tökés. Talán, hogy vastag, és majd rágos lesz, vagy nehéz lesz rágni, nem tudom. Majd kiderül. Most figyeljetek illatra, és így látszatra nem néz ki rosszul. Merem állítani, hogy eddig ez volt a legjobb kaja, amit valaha csináltam. Megettem mind a kettőt. Majd. De olyan finom volt, én nem gondoltam volna. Azt gondoltam, hogy nagyon érződni fog az a tök, és mit tudom én, hogy nem sült át, de nagyon finom volt. Majd megcsinálom egy videóban. Valamikor. Nem. Jöttek a szeplőim, ennek úgy örülök. Szóval, most hazaértem a medencére. Kicsit ide. Szóval most értem haza a medencéről, és mindjárt megyek hajat mosni, mert megyünk limonátézni egyet. Ez a napom tökéletességre. Amúgy elég sokat barnultam ma. Holnap reggel pedig megyek dolgozni. Igen, apa, jövök. Nagyon remélem, hogy ez csak szarosság. Megeszem a maradékot, mivel ebédnél hagytam kettő közül egy felet. Szóval így nézni ki elkészültem, viszont nálam ezt az elkészültem, ez sosem. 100%, mivel én utolsó pillanatban is tudok változtatni a dolgokon. De hát ez lenne a mai kis szett. Hogyha minden jól megy, akkor bemutatom magamat még mielőtt indulok. Igazából én sminkelni utálok, és most sem nincs rajtam semmi. Én nagyon-nagyon nem szeretem a sminket egyébként, és jobban is érzem magam smink nélkül. Az egyetlen, amit teszek, az néha szájfény. Na, ez a végleges. Irány! A hajam végül így lesz. Jaj, 11 óra körül van, hazaértem végül, és hát igen, úgy volt, hogy pizzázunk, de végül nem pizzáztunk, mivel be van zárva a pizzázó. Így én megittam még egy zéró kólát, amit nem tettem bele, és most viszont mosok fogat, arcot, és alszok. Szóval ez lett volna egy nyári napom, amikor próbálok visszaállni az edzésbe. Vagy amelyik napon próbálok visszaállni az edzésbe, és próbálok mindent rendszerezni. Holnap reggel viszont kellek, mert megyek dolgozni, úgyhogy most itt az ideje, hogy aludjak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai videót. Ha tetszett, akkor like, és iratkozzatok fel a csatornámra. Szóval találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!